A helyszíni információk szerint a férfi és barátai már napközben is kimentek Tiszafüreden a vízhez, de már ekkor olyan részegek voltak, hogy a strandról hazaküldték őket. Zárás után azonban a részeg csapat visszaszökött a strandra, majd az erősen ittas férfi beugrott a vízbe, és szinte azonnal megfulladt. Nagyon sok vendégünk volt a strandon, nagyon föl voltunk készülve a tömegek fogadására, hiszen 6 úszómesterrel, vízőrökkel, mentőcsónakokkal, ápoló egészségügyi személyzettel vártuk a fürdőzőinket. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a sajnálatos esemény nyitvatartási időn kívül volt. Ez a társaság napközben már járt nálunk, fiatalokból álló társaság. Sajnos megállapítható volt, hogy bódult állapotban, ezért a úszómestereink megkérték, hogy távozzanak, és kikísérték őket. De valahogy nyitvatartási idő után visszasurrantak, vagy visszajöttek. Már akkor is felfigyeltünk rájuk, de már késő volt, mert amint a másfél méteres vízbe belement az egyik őjük, sajnos nem jött föl és életét vesztette. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Újvár Imre Tiszafüred polgármestere részvétét fejezte ki.